Szervusztok, szervusztok, üdv mindenkinek, re, folytassuk ismét a diablózást, imáron a második alkalommal ezt a Season of Blood-ot. 29. szintig jutottunk el legutóbb a Necrommal, ismét csak Necro, ahogy azt mondtam nektek már a pre-seasonben is, hogy én necrózni fogok. Tartom ezt a hozzáállásomat egészen addig, ameddig nem jön egy újabb karakter. És hát most is a Blood Surge-ös fejlődős buildet nyomom, ahogy azt tettem egyébként az előző karakteremnél is. Viszont most már, ha minden igaz, akkor ilyen summoner buildet fogunk az endgame-be csinálni, megnézzük, hogy az mennyire lesz majd helytálló, meg hát alakul, ahogy majd alakul, amelyikkel így jobban tudok operálni. Ugye Precision-ben nyomtuk a Bone Spear-rel, aztán a Blood Lance-el. Jó lenne egy szuper minionos buildet összerakni, meg hát most adja magát, hogy így a Vampiric Power-ökkel tényleg működőképes legyen ez az egész. Na, tudjátok, hogy mit kéne... Azt mondja, hogy... Reward Unlocked Challenge. Szóval épp ezt akartam mondani, hogy tudjátok, hogy mit kéne csinálnunk? Mi az? Igen, Battle Pass-t. Azt kéne csinálnunk. Alig várod már az 5 órát, hogy te is tud végre csapatni? Ja, jó volt az ebéd. Jó volt, pirítóst csapattam. Na, nézzük meg, hogy mennyire leszek ügyes. Egy pillanat, srácok. Kisebb szöszmetelés után, de... Töltöttünk fel egy kis platinumot. Most már jó. Most már jó. Engedték, hogy pénzt költsek. Úgyhogy meg tudjuk venni, srácok, a Battle Pass-t. De biztos, hogy nem azt. Biztos, hogy nem azt. Basszus. Itt lemaradunk arról, hogy Vampire Repose emote-om legyen. Hát, szerintem meg tudok lenni nélkülem. Hát, ott is van. Most már akkor jöhetnek a milliók. Hát ez biztos, hogy nem rakom amúgy be, mert nem tetszik. Szóval. Ez egy sorci staff, nem. Egy trófea, ezt majd fölpattintjuk. Mész. Rógi mód. Na, ezt viszont oda tudjuk adni a nekrónak. Ezt a chalice-t. Meg ezt a kardot is. Oké, és az új nadrágot is oda tudjuk neki adni. Mert az XP bónusz. Na, meg lett a droppotok? Nekem azt még majd ki kell farmolnom. Jó, és akkor gyorsan elugrunk. Átöltözni. Téden adó? Akkor az is kell, gabcsim. Ja, nadrágunk lett, igaz? Ott van. Amúgy így elsőre azt mondom, hogy oké. Okay. Meg lehet, hogy színezéssel még jobb lesz a dolog. Kérünk chalice-t. Hm?
Ja, mert hogy nekem tör van most a kezembe, de az egy kard. Akkor azt nem alakítjuk át. Jó. Vagy azért csináljunk már valamit magunkkal? Ja, ez az. Ez az, ami megy hozzá. Bár ez is. Hát ez mondjuk sok. Jó. A csizmához meg nem nyúlunk, mert jó van az úgy. Na, gyűjted a dropot, aztán majd ha meg lesz a játék, akkor meg majd lesz egy csomó jóságod esebet. Let me show you more. That's a bold choice. Kis gecske. Az olyan, mintha meghalt volna. Szerintetek él még ez a kis gecske? Hát, hogyha nem él, akkor meg se veszem. Szerintem ez csak ez egy kitömött állat. Á. Ez egy kitömött állat lesz. Hát legalább az a bagoly az él. Ah, very good. Hé, most ő is alszik. Ébresztő, kis bagoly. Akkor lehet, hogy a kis kecske is alszik? Na jó, azt majd meg kell nézzük, srácok. Na várjál, ez csak a druida hátára lehet rárakni? Nem is érdekel. Nem is érdekel, srácok, hát ez hülyeség. Prestige. Blizzard! Blizzard azt tudja, hogy kell pénzt csinálni. Fizes ki 1800-at, és egy klassz a hátára tudja venni. Ja? Oké. Hát akkor így... Többször is átgondolom, hogy akarok-e venni ilyet a hátamra. Come back if you need work. Srácok. 1800. Ez annyi, mint hogy 18 euróért egy klassz hátán tudod viselni. Blizzard, hát ez micsoda? Na. Mit akarunk csinálni? Stronghold clear, dungeon clear, elixir craftolás. És lócsere. Lócsere. Epiken is így tudtál fizetni át? Az epikes élményem az nekem jobb volt, azt hiszem. Nekem az első játék, amit vettem, az pont olyan volt, hogy... Bár nem, mert ott a Hades, hát talán a Hades volt az első epikes vásárlásom. Ez az új paripa, srácok. Hát igazából attól függetlenül így is tetszik ez a skin, csak... Hát hogy mondjam nektek? Kevésbé szívesen áldozok pénzt. Nem annyira vagyok boldog, hogy csak egy klasszon tudom használni a kis kecskét. Hát meg például tetszett a bagoly, de hogyha azt csak druidán tudom használni. Hú, van baj, srácok.
Akadozik szerintetek a stream egyébként, vagy csak a játékom? Ja, ezres, 1300-as ping, az jó. Akkor csináljunk questet. Stream nem akad? Ja, hát így. Így ezt látva már... Nem is lesz gond. Bár írtátok ti is, hogy Ked Bardúval van baj. Azt, mintha írtátok volna. Eris-szel kell találkoznunk. Van egy olyan quest. Nektek is akad a játék? Azt mondták itt a srácok még egy fél órája, hogy csak elvileg ezzel a területtel van gond. Take these supplies and hurry. Ja, itt látjátok, le is ment a latency. Találkoztam az igaz vámpír vezérrel, egy ősszel, akit úgy hívnak, hogy Zir. Explain clearly. Vampires were once said to be among the ancients, but it's that was a long time ago. I don't know much more than that. But I do know of an ancient burial site in Hauazar. Hoppá, van egy ősi temetkezési hely. Havezárnál. Any condition and potent blood. There are rituals I can attempt. Ja, valószínűleg azért van akadás, mert hogy így a városok azok most nem bírhatják, vagy bizonyos zónák nem bírják a terhelést. Már is megy fel a válaszidő. Ja. Hoztunk Fresh Blood Lure-t. I won't forget this, stranger. Nem fogja elfelejteni. Those who fight. Igen. Venni kell vámpírokat, civileket kell menteni, Bloodlord kell gyűjteni. Jó. Egész könnyen, legalábbis látszólag könnyen teljesíthető ez a 18 tier, ami itt van. Tök király lenne kiszedni azt a véres portált. Az menő lenne. Hát lehet, hogy vérmágiát kell amúgy játszanunk. Tehát az, hogy Season of Blood, az így adja magát, srácok. Viszont nagyon jó a lovagolás. Szevaszkek. Na, nagyon jó lett ez a közlekedés. Keep an eye out for intact remains in here. Best to mediate the risks and take only its skull as well. Then we just need potent blood. Deer's vampires have plenty of blood for us, I'm sure.
Na és akkor hozni kell a blast stone-okat. Mizuskák? Ezt akartam én is tenni, hogy a lovaglás, meg maga a közlekedés sokkal simább is, mint hogy gyorsabb is lenne. Gyorsabb is! 15%-kal gyorsabbak vagyunk, mint az előző szezonban. Szerintem amúgy ilyen 40-es, 40 akárhány az szintig tudunk feljutni. Ugye elsőre az a tippem. Hova megy? Enemy, please. De jó, hogy olyan szörnyeken harcolunk, akik így elrepülnek távolra. Így aztán van esélyünk ezt megcsinálni. Nem tudjuk őket egyszerűen lenyúkolni. Ilyen sebzés növekedés. Korpsz konzumálás után az jöhet. Korpszpárlal még nem találkoztunk. Csak kellett mondani.
Konkrétan most eleresztettem a szellemeket, és így rárobbantak mindenre, csak nem a nagy darabra. Majdnem jó lent. Tudjátok, mi nem volt még ma? Butcher. Ja, meghagyták nekem a szellemek, nem voltak önzők. No strange sensation. Ez nagyon fura volt, hogy hova mentek a szellemek. Lehet, hogy irányítanom kell a szellemeket? Ha már itt vagyunk, akkor végignyomjuk a dungeont. Mondtam nektek, hogy fölmegyünk majd World Tier 2-be, hát az már mindjárt meg fog történni. Ja, azt elfelejtettem. Megnézzük, ez mennyire tartató. Én már az S1-et is T2-be kezdtem, és ezt is. Uh-huh. Várunk. Ki tudja mennyit. Most egyelőre jól haladunk. Hoppá! Úgy néz ki, hogy sikerült túlmennünk a laggokon. All right. It's time. Put the skull in that basin. Release the valve at the blood well to fill the basin, and we'll get started. Your power's growing. Mi az erőnk? Sure you aren't feeling anything strange. Követ a koponya.
Valakit felébresztettünk. This is another dead end. Alive. Ez a cucc él. Yes. Lucid? I don't know. Where is my... What? Mit tettünk a testével? We're looking for Lord Zir. Lord Zir-t keresünk. I should cut you for speaking that name, bastard. Liar. Betrayer, blood-drunken monster! Live forever, he said. Oh, here I am. Hmm. Then you were his underling, and things ended badly. Was summer, autumn, leaves on the ground, while disappearing into the city below to sleep, to wait. What will I do now? He must be talking about the city of ancients. It az ősi városról beszélt. Érzem őt rajtad. Érzi rajta, hogy minket is megpróbált átalakítani. És ott a portál. Át kell menni a véres portálon. Ősi rúnák zárják le ezt a kaput. Hát szegény meg se tudott mozdulni. I've seen that barrier before. It's not coming down. We need to get out now. Ja, menjünk vissza, oké. Okay. Zir lezárt a City of the Ancients. Kell egy különleges rituálé, hogy átmessünk azon az ajtón. Take my advice. If you want to meet the undying, you too must be undying. Fight the Bloodseekers. Cripple his forces. Make yourself his equal. Just a moment. I've seen this before with every manner of person who thinks they can take this risk. This would change you even more than it already has. Ha tovább megyünk, akkor akár még jobban megváltozhatsz. Még ennél is jobban. A saját játékába kell legyőzni Zir-t. I have information on several bloodseekers and their locations. Use it if you must. At least sanctuary can be ridden. Erisnek vannak infói bloodseekerekről, és akkor azokat odaadja nekünk, és akkor meg tudjuk őket ölni. Na. Tehát Norvald, Chazbak, Viviana, Adrine és Togna. Ők azok. Menjünk először oda. Most amúgy jónak tűnik. Most nem akad Cad Bardo.
Ja, és akkor ők dungeonökben vannak bent. Ha ide kell majd hozni. Várjunk. Akkor ott tovább tudunk még menni? Ja, tovább tudunk menni. Amúgy nem is érződik, hogy ez World Tier 2. Mert nagyon simán megy azért. Azért mondom, hogy nem érződik, hogy Tier 2. Ó, francba tele vagyunk. Még egyelőre széttörjük a cuccokat. Most így nincs kedvem átnézni a gírt. Max egy fegyvert. Hát, ja, az most egyelőre nem. Szerintetek erre mi van? Nekem szimpi vicsikem. Meg kell védeni a rituálét. Ez is egy új event. Thank you.
Igen, sikerült. De látszik el, ezt próbáld minket megszivatni. És akkor potent of bloodot kapunk. Szóval szimpi eddig a szezon. Ja, mert az ötös nyomom, de hát ötös képesség nincs. Igen. Már várom, hogy így a az endgame-et nyomjuk. So the thirst has brought you back to us. There is no denying it. Oszken, de hát látszik terök. Ezek azért már kemények. Itt már van kihívás. Na, egy új cipálő. Mondjuk használhatuk volna a robbanásokat. Hát nem erre kell mennünk. Mész farmolni a kodban? Meg lehet szerezni Butchernek a húkját. Most, hogyha nyomjátok a Butcherölést a kodban, ha jól tudom. Végül egyébként tegnap nem kodoztam, hanem Siege-es Halloween-es eventet nyomtam. Ahó, jaj, jó. Máshogy erre kapsz diszkonáktat? Shit. Ki a billentyűzetél? Hát, hogy mondjam el neked? Már megnyerték. Még az ebéd szünet előtt ki lett sorsolva. Orzomban el kell indítani egy rituálét, majd egy portálon kell átmenni és megölni. Nehéz megcsinálni? Amúgy. Emberekkel eléggé? Akkor például egyedül neki se álljak?
Hoppá. Szevasz, madari. Hát igen, nagyon szerencsésnek kell lenni, hogy valaki tudjon lenni a nyereményekkel, madari. Bármikor lehet a héten, aztán azt nehéz. Nehéz kitalálni, hogy most akkor mikor lesz. Reggelire csokis croissant toltam. Ez nagy favorit. Meg most pirítós volt ebédre. Oda kéne eljutnunk. Hogy száguld a paripa? Azért csak sikerült mégis valamiben elakadnunk. Én már nyertem egyszer, de tárhatatlan vagyok. Hát biztos nem nyertél mindenféle tárgyat, madari, úgyhogy többször is lehet jelentkezni. De most csak azért jöttünk, hogy meglegyen a waypoint. De innen át kell menjünk oda. Én még sosem nyertem semmit, ez is valami csoda, és lehet csak álmodtam. Pedig csak mondom, hogy itt nagyon könnyű nyerni. Billentyűzet is nagyon jól lenne, mert kezdi megadni a mostani. Hát az ebben a hónapban már nem lesz. Tiltott szerelem, ja, a tiltott tudás védelmezője. Meghalt, nem bírtam. Experiment number 7. Raised another undead today. Excellent specimen. Gyerek már alkudozik, hogy mi lenne, ha az övé lehetne. Full mobility this time. Directed it to move a scroll. Nagyon, nagyon kis szuper billentyűzet ez amúgy. Nekem is nagyon tetszik. Köszönöm.
too valuable to mention. But too expensive to hire mercenaries. If studies go well, who knows what gems I might discover. Oh, Asma. Ah, de akkora volt. Tényleg még azt sem néztem meg, hogy ezen a K100-on, ezen... itt lehet csinálni a funkciógomban, mert hogy azon a kis billentyűzettel el lehet érni mindent, például ugye még egeret is tudsz irányítani. Kvázi ilyen touchpadként tudod használni. A billentyűzetet. Tier 12, ezt tudjátok mit jelent? Véres portált. Maximum essence kapunk miniononként. Na, az tök jó. A semminél, semmihez képest ez jobb. Robbanthatunk volna a szellemekkel. De majd most. Jó, mindjárt jön az a rész, hogy meg kell nézni, hogy mire pakolják, mert... még van 10 pár szint. Sem tudom, mire kéne rakni. Hát beteltünk, srácok. Hát ezt a gólemeset nem tartjuk meg. Critical Strike Movement Speed-et ad, ez amúgy jól jöhet, az marad. Szóval, Portal Skin. Az 13-ason van a francban.
forge is ready for whatever you need. Ja, és akkor kell egy alkimista. Ha még egy dungeon kell. Level 2-re kell felhúzni majd egy képességet. Intézzétek minionok, nagyon helyes. Na itt egy vagy kettő mob lesz, mert az előző ilyen kettő is volt egyszerre. Most lehet spamálni. És erre mi van? Erre. Ez... Jaj, egy kút! Sebezzetek le gyorsan. Ez tényleg csak egy kút volt. Én meg azt hittem, hogy ez biztos egy cursed well. Nem, ez tényleg egy kút volt. Mert ugye azt a cursed well-t azt akkor is tudjuk use-olni, hogy full HP-n vagyunk. Ha minden igaz. Ez volt nekem a fura. Kíváncsi vagyok, hogy hanyas szinten érzem majd azt, hogy nehéz lesz a T2. Jó, fele megyünk, azt nézem. Ellenséges horda közeledik.
Én a rántást leraktam, addigra már késő volt, addigra már meghalt. Norvalc of Kuraszt. Ő is nekrónak tűnik, bár... Ja, itt nyomta a csontdárdát, de... Szegény nem nagyon tudott mit csinálni. Ó, ez az enemy nagyon bűzös volt. Hát úgy néz ki, hogy itt ebben a zónában csak egy ilyen keményebben nemi volt. Egyetlen egy enemy maradt. A 13 objektívből 6 már megvan, és akkor jöhetnek a Stronghold clearelések. Aha. Én csinálom tovább ezt a questet, srácok. Ezzel úgy is haladni kell. Na nézzük hova tovább. Azt mondja, hogy oda kell menni egyszer, és oda. Azt hittem, hogy ez egy ilyen Stronghold lesz, de nem. Na jó, talán amúgy innen megyünk. Nagyon fura ez a csík, ahogy így teleportálunk. Hogy így a felénél kezdődik. Na, először a waypointhoz akarok menni. Eddig a Helltime miatt volt XP potion, mert amúgy nem figyeltem. Hogy honnan szereztem amúgy eddig XP potiont? Ez itt micsoda? Ja, látom, csak beakadt a játék. Hallod, hányszor kell még ide jönni? Nem hagyja! Ez egy soha véget nem érős lesz. Ebből a régióból mi hamarabb el kell tűnjünk, srácok, már borzalmas. Szóval, Simulex, az a helyzet, hogy vannak régiók, amik így nagyon nem jók. Sajna. De nem minden régió ilyen borzalmas. Menjünk be ki, és vissza, az megoldja.
Tényleg emulex te csapatod a Diablo 4-et? Nem is emlékszem. Hát, nem csak nekem ilyen. Míg a waypointig el akarok jutni. Tegnap akartam volna, de folyamatosan befogyott a képernyő, ha interaktoltam volna. Ha. Most amúgy ezen kívül, hogy így akadozik, azon kívül olyan problémám volt, hogy Curse Shrine-ok bugoltak be, és egy bizonyos wave után nem jött a nemi. Illetve, hogy nem működött egy altár. Ilyen Tree of Whispers-os. Az Overwatch-ban volt ilyen hős, aminek ez volt az útja, lehet az ilyen bizánt feature. Ja, mindenki megkapta a Tracer ultit. Nagyon jó. Vegin Hanin vagy mi? Hát így a 40 körül az nem lesz meg, ha így haladunk, srácok. Miért írja ki, hogy challenge reward unlock, vajon? Aha, most jó. Valószínűleg azért van ez. Azért lehet az, hogy a kilépés meg a belépés az megoldja, mert ilyenkor átkerülünk másik sessionbe, és vannak olyan sessionek, ahol ilyen akadozások vannak. Úgyhogy ez jó tipp volt, köszi szépen. Ja, itt is egy, enemy lesz. Ujjjj. Milyen hangot adott ki? Akkor ad szint lépés most. Vagy már lehet, hogy adott szintet, nem figyeltem. Na, level 33. Pillanat. Na nézzük, merre akartunk tovább menni. Fölfele van valami. Errefele akartunk. Essence növelés. Több essence-be kerül és többet damol. Jó.
lett volna egy közösen. Valaki rájött amúgy azóta, hogy hogyan lehet a minimapon zoomolni. Ó, ez egy event. Nem állunk a legjobban. Hát ez rip. Ez így rip. Hát ez igen. Jó, sikerült. Na, kaptunk egy droidát. Az itt már a vége. Van rajta a Lucky Hit Chance. Van itt egy csomó érdekes item. Egyelőre meg úgy érzem, hogy bírom. És nem kell gírt cserélni. Majd, hogyha már nagyon fáj. The vile bloodsuckers are only capable of lies. Monstormos. Properly motivated.
Amúgy lehet, hogy a következő részén van a pályának az a zenemű. Bár, nézzétek csak, itt még kiadtunk valamit. Eventually become like a song of peace. It is a blessing to be able to end this and send their demented souls back to hell. Tom. Úgy néz ki, meg senki nem jött rá, hogy hogy kell a minimapba zoomolni. Blood Bishop. Őt nem szeretjük, mert megfogdos, és addig leáll a dolog. Szóval így fölemeli a kezét. Mondjuk, nem tudom miért keresgélem meg, amikor itt van a... az emote villain, a Leaf Dungeon. Jó, és akkor még egy utolsó kell. Aha, ott van. És akkor ahhoz tudunk menni kiugásból. Nem tudom, hogy itt át tudtunk-e volna ugrani lóval. You have returned. Adamson, köszi szépen a 28 hónapot. Üdv újra itt köztünk. Köszi szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek Adamsonnak. Ugyanolyan a kezdés, mint az előző dungeonnél. A sóla a layout. Ó,
Na most már legalább lesz portál skin. De idegesítő, hogy teleportál. Jó, legalább tudjuk, hogy merre kell menni. Köszi szépen szín, köszi gyomra a pergetést. És Willy természetesen. Meg szemez! Köszi szépen. Örülök, hogy így potyognak a legók. Kár, hogy nem éppen hasznos legendary power-ökkel. Mondjuk arra még lehet, hogy ott az enemy. Hát de mire az esély, ugye? Max, visszamegyünk, srácok. Voltak a kis bogyók, amikkel lehetett volna robbantani. Adamson után Fóri Adam, köszi szépen. Köszi szépen a támogatásodat. Ezzel meg is vagyunk. Köszi szépen neked pedig a 15 hónapot. Köszi szépen a támogatást. Ismét csak így van, ismét csak peregjenek srácok a szvegek. Köszi Elsebát. Köszi szépen. Még köszi, hogy itt vagytok, srácok. Mester. De fura volt ez a valami, ami jött ebből az enemiből.
Jó, szívít sikám. The knights penitent are either dead or roaming the halls of monstrosities. I watched them for days until I found one of my father's limbs. I approached and pleaded with him to come home. The creature that had been my father attacked me, and I stabbed him to escape. I couldn't see anything left of my father in the monstrosities. Ez a fagyasztás nagyon király. And rage. Mother was right. I never should have come here. Boom. Sőt, Bloodboil-ból eddig megvan 4. Nem túl jó arány. Még erre kell tovább menni. Azt most már megint beteltünk. Na majd World Tier 3-on, amikor már automatikusan beolvadnak ezek a gírek. Mármint a gírek nagy része. Víz szint különbség van. Bonestormos Legendary-t ezt nagyon erőlteti. Thank you.
Na, farkasuk a kapuban küldetéssel már meg is vagyunk. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy tudunk tovább haladni még ezzel a szezonális questtel. Hát igen, ez megint egy rossz session. Ez jó skin. What goes on here? Ó, három blátszíkám. Az igen, miért hílált magán. Tehát nyomokat kell keresni, hogy hol lehet Eris. Lehetséges szövetségesek. Cassid Roll of Light. Na nézzük, hogy mit tud a koponya. Saját vért adunk, hogy a koponya újra beszél hozzánk. For you, not me. Didn't even recognize my face. Se ismerték az arcát. Hol van Eris? Hunter learned something, I think. Left for the Cathedral of Light. Én is azt mondtam, hogy a Cathedral of Light-ban. Mehetett. Eurek, you're more like him now. And she doesn't like it. Battle of Fear and Faith. Már 565. Na jó, akkor most fejlesztünk egy kicsit, mielőtt tovább mennénk itt a questben. Na nézzük. Mehet ez a vulnerable sebzés. Attack speed növelés. Az a movement speedem 20%-ával. Ez se rossz egyébként. Nem, ezt megállapítottuk, hogy nem. És damage overtime-om is jelenleg, csak a Corpse Explosion van.
Tehát, hogyha több Fortify-on van, mint a max HP-mnak a fele, akkor kapunk 400% crit chance-t. Azt tetszik. Ez a hektikus is tetszik. Most jól megbámultam ugyanazt, amire már eljöttem, hogy olyat nem akarok. Ja, azokat meg sem néztük. Egyet már jó lenne átvinni kettes szintre. Az ott végre van egy level 2-esünk. Ja, csak nem néztem meg, hogy mennyivel többet sebez így. Na nézzük, gyorsan kiklippeltem. Aha, tehát 30 szekenként a következő skillem garantált overpoweres. Ó, oh, értem. És tudom tovább húzni még. Zandáink is végül is jó, már amúgy nem drága. Hát eddig tudtam nyomni. Ez a lélek eltárolás, ez nagyon jó. Ja, hogy nincs annyi. Nincs annyi koponyánk, hogy ez így működjön. Az ott hatot eszik.
akkor át kéne alakítani a gírt, hogy legyen még egy koponyánk. Mégül is lehet olyat csinálni, tessék. És akkor arra kérünk egy koponyát. És akkor most már menni fog. A Divinity nincs kihasználva. Na, ez például nagyon jó. Ez az Accursed Touch. 22% eséllyel okozunk Vampiric Curse-t, és a megfertőzött ellenfelek 15% eséllyel terjesztik tovább. Illetve az eltárolt lelkek 100%-kal többet sebeznek. Azt mondja, hogy 53%, még két Stronghold, Elixir Craftolás, Silent Chest nyitás. Ó, és itt már az kell, hogy átmenjünk a következő izét írva. Forge awaits your return. Most hát itt tudunk venni olyat, hogy Whispering Key. És itt meg tudunk craftolni, ha minden igaz. Soon we cook again. Ja, csak hogy 5-öt kéne craftolni. Uh-huh. Harminchatos, negyvenötös. Még a hangja is más a portálnak. Ja, diablózunk, ha már itt az új szezon. De menő. Menő ez a véres portál. Rest.
Emlékeim szerint itt van egy. Aztán valószínűleg itt is van egy. Nézzem. Többire nem emlékszem. Na, ott is van egy hulla. Most már nem mutatja amúgy, hogy keresnem kéne, szóval lehet, hogy meg vagyunk. Emlékeim szerint ez kemény fight volt. De akkor lehet, hogy most könnyebb. Na, elvileg most már csak harangozni kell. És akkor megvan ez a terület is. Egy 36-os. Nem akarnak elengedni. Ennyire örülnek nekem. Virgin Honey. Aztán, hogyha ez megvan, akkor megyünk Blood Harvest-elni.
ők örökké valók. Gyorsan itt tovább megyünk. De jönnek. Ott is van elsőre. Rossz fele indultam meg. Csak egyszerre csak egy lehet aktív. Nem volt el itt. A tűz sosem húnja ki. Yeah.
kettő már kemény. Szép jó napot, elkezdődött a második szezon, épp azt csináljuk. Egyébként. Ott valami rádó rám. Tegnap este 7 órakor indult. Na, meg lett a harmadik Stronghold is. Úgyhogy 61%-on vagyunk. Elixirt kéne craftolni, Blood Blister, Seed Purify, Silent Chest nyitás. Uh-huh. Az Elixir és a Silent Chest az így. Uh-huh. World boss legyőzés. Jól van, igazából akkor menjünk rá a questre. Keressük meg Eris-t. És akkor kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit már nem fogunk tudni például, hogy már csinálni. Szavaszolod, az milyen lett a game? Jó, nekem tetszenek ezek a változtatások, amik így jöttek a második szezonnal. Bár a nagy részét még ugye nem tudjuk élvezni, mert az öt új boss például, vagy a Vörtér 3-as, Vörtér 4-es automata szelvizselése az itemeknek, az még így távol van. Érted, jöttünk. Mészárolják az embereinket. Úgyhogy nekem tetszik ez a szezon. Picit több content jött, mint az első szezonnal. Még mindig én irányítok, úgyhogy hadd segítsek. All right. Seek out Zir's army. Kill as many as you can. Stop them from bleeding our people. If they succeed, we're all damned anyway. Aha, meg kell csinálni a harmadik chaptert. És Blood Harvest-elnünk kell. Aha. Oké, akkor legyen ez. Akkor legyen ez, srácok. Ja, előtte azért eladjuk a motyót. Ó, 6 perc és lejárnak ezek a Office Press tucok. Hát
itt van csak egy csomó anult, hogy ez... Spendez. Szia, kiram! Nézzük, hogy ezt mennyire bírjuk. Könnyebb lenne, hogyha nem akadozna a járő. Látszíker az necces, hogy jó lesz. Hát így ez nehéz. Hogy közben szétakadja magát a játék. Figyeltek ránk a vámpírosok! Oda kéne mennem. És ezért 3 pontját, tök jó. Nézzük meg az eventet. Egyetlen egy darab enemy jött. Jó, itt már 2. Majd látom, itt is kell majd egy kilógolás, meg egy belógolás. Hm.
utolsó vég. Ja, közben ugye átmozdult ez a terület. Azt mondja, hogy oda, a vezárhoz. Vagy a Corpse Explosion-os sapit kaptunk. És ha már itt vagyunk, akkor eladhatjuk a cuccost. Persze. My skill is unmatched. You'll see. Fight hard, eh? Make the devil pay. Épp mivel tudok kint... Ja, a spirittel tudok kint a raktálni. Hogy bone prisonos. Az nagy kár. Nagyon jó, ott nem marad sok HP. De nem ér volt ott. Na, mindjárt amúgy meg lesz a 30. Teszünk is. Na, most már elég jól dobálja amúgy a legókat a láda. Hoppá, több skeletal warrior. Növényeket szednünk. De most próbálok majd erre odafigyelni, hogy szedjük a növényeket. Azok, micsoda. Ja, Restless Spirit. Nem lett meg, mert itt betámadtak közben.
Sziasztok, Luk. Halli, halli. Most az a feladat, hogy különféle ellenségeket vadászunk le. Crimson Blade-eset, illetve mágit. Rója, mindjárt egyben vagyok? Hát ez ilyen... Majdnem 6 óra. Majdnem 6 óra gameplay. Na most nem dobott legót. Igen, tegnap mi is 2-3 óra alatt lettünk 20-at. Aha. Az tök jó. Meg én most nem is mentem rá erre nagyon ilyen izé power levelingre. Persze néztem ilyen guide-okat, hogy hogyan lehetne jól felfejlődni, de ezek az új activity-k, ezek így nekem nagyon tetszenek. Mi történt itt a Blood Seeker-rel? LHS-t vagy? Vagy mi történt? Ja, azt hiszem, hogy instantolom őket, de... Hát azért... Ennek a Blood Seeker-nek több HP-ja volt, mint hogy injured. Bemenjem. Jöttem. Szóval is tudom, milyen? Hát... ugye a leveling szerintem... majdnem hasonló. Most az a... annyi, hogy itt még vannak ezek plusz... eventek. Majd van ez a plusz event. Meg változatosabb abból a szempontból, hogy gyűjteted a Vampiric Power-t. De hogy igazán izgalmas, úgyis majd az endgame lesz, szerintem. Legalábbis... amúgy nem. Csak a quality of life dolgok érdekelnek. Például az, hogy milyen lesz majd a... kiesett lootokat felvenni. Mennyi matit fogunk például kapni. Ja, sejtettem, hogy a Season 2-re gondolsz. Szóval... jó. Nekem tetszenek ezek a változtatások összességében. Na, azt biztos megtartjuk, mert az fullos. Nem rosszabb. Szerintem izgibb, mint az első szezon. Mondjuk ott sok minden nem jött. De az Neutron.
kell menteni még 5 falusit. Most mint? Király minden. Remélem nálad is. Egy ezerrel a fejlődés. Rég láttam, nem is láttam még Treasure Goblin-t. Mondjuk valószínűleg nem is fogunk ölni Treasure Goblin-t. Silent chest kéne nekem. Na, lett lakás. Lett lakás végül. Sikerre járt el ez előző héten. Ja, a legókat azt jobban dobja, de azt már előző szezonban javították. Mert hogy buffolták. Szentendréni kertes, hát na az amúgy korrekt hely, én úgy hallottam. Szentendrem. Azért ilyen fura a válaszom, amikor kérdezitek, hogy milyen a szezon, mert hogy olyan kiemelkedő nem lett, szóval olyan különös nem lett. De jobb lett egy picivel az előző szezonnál. Azért. Hallottam, hogy Szentendrén csak a celebek laknak. Na hát ez az Neuton, te az vagy. Ja. Igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen az endgame. De amúgy, amit eddig láttam, az alapján ígéretes. Még kell nekünk 5 Crimson Blade. Jó lesz, hogy oda visszavonul és halkod. A Whispering Keyek helyét az jelzik az ilyen térképek, ilyen online térképek?
Mert most arra lenne szükségem. Hétszekenként növeli a fire lighting, vagy mármint, hogy hétszekenként változik a sebzés erősítése a fire lighting fizikának, illetve a cold, poison és a shadownak. Ez ilyen, ezért convention of elements. Még kettő elemém. Ott maradt. Ja, itt van. Ja, értem. Ma level 50-ig nincs megállás. Nyomod, démonírtó. Hajrá. Kéne két koponya, igazából rá tudjuk tenni. Kicsivel nagyobb lesz az armorunk. Hát tudom, hogy nekem mondtam. Biztos nem megyünk 50-ig. Szerintem ilyen 7 vagy 8-ig kéne nyomni ahhoz. Az a helyzet. Hoppá! 2.300.000. Azt mondja, hogy nem kell. Ezt el kell tenni. Aztán megtartjuk, mert lehet, hogy meta. Hogy meta lesz. Nagyon jó, hogy ezek így jönnek, ez nagyon jó. Azt mondja, hogy... Kárhogy eltűntek. Kárhogy már nincs Entry of Whispers. Viszont megnézzük a táblát. Ez egy nagyon jó fegyver, ez is. Give me a peek. Oh, don't fuss. A moment's all I want. Quick, give it here. Essence cost reduction. Végül is jöhet. Movement speed. Na, nehogy jöhet. És akkor megint tudunk egy kicsit költekezni. Hát, ha már más nem, igazából akkor oldjuk fel ezt. Legalább meg lesz. Ja, ez most nagyon jó. Ott van lenne, na várjál. Ja! Mi? Hát itt nincsen, ebbe a zónába már nincsen. Az a teter, vagy ebbe a zónába csinálom. A Trio Fispers, szóval kár, hogy itt már nincsen. Mert amúgy lehetne menni például oda is. Vagy például oda is. Meg oda is. Csak ott nincsen, Harvest, Blood Harvest.
Jó, halljuk fel, legalább meg lesz. Na ez mondjuk nagyon jó. És akkor a 60%. Max HP-m 60%-át nyomják. Ez amúgy rohadt jó, valószínűleg ettől robbannak az enemik. És még hílelődünk is emiatt. Aha. Na jó, legyen, ha már ez be van rakva. Ja, erre gondoltam, csak nem... nem mondtam végül végig. Azt lehet, hogy hogy találjátok ki, hogyha nem mondom végig a gondolatot még. Na, 12% a nő a sebzés, a stunolt, immobilizolt, illetve frozenre, és hogyha még injured-ök is, és nem elitek, akkor instant halnak. Na most 18%-kal több sebzés. Jó, és akkor mehetünk tovább. Ja. Na nézzük, mennyit raktak be. Nézzük, meddig bírjuk ezt, hogyha itt állunk benne. Bírom. Úgyhogy inkább kijöttem. Húszszázalék movement speed. Szóval itt vannak. De senki nem rakott be még semmit. Fenyegetésként kezelnek minket. Amikor belőlem ilyen kis piros foltok jönnek ki. Az... Az akkor ez lesz a hemomanci. Szerintem. A manci. Igen, az új szezon. Sokkal jobb szerintem, mint az előző. Mégül is tegyünk rám. Legutóbb erre nem kellett pakolni. Nem volt akkora. Bónusz a sebzésem.
Na itt egy event. Kemény egyébként, hogy már a tier 16-nál járunk. Köszi a Discord bérletes kiváltást. Stream után vagy én, ugye Discord moderátorok intézik a dolgot. Kéne gyűjteni itt a szólókat meg. Seekerek azért keményebb ellenfelek, mint a legtöbb enemy volt eddig a gameben. Mert hogy ezek a Bloodseekerek olyan képességgel rendelkeznek, mint a rendes karakterek, amiket tudunk csinálni. Na nézzük, egy jó túlélés. Hát ezt nem bírom. Ki kellett jönni. Ja persze, valószínűleg ezek is jobban fognak halni. Mondjuk, nem tudom milyenek lehetnek a Vörtír 3-as, illetve Vörtír 4-es verziói ezeknek. De eddig tényleg ezek a... legkomolyabbak, hát jó, mondjuk nyilván egy Überlit azért nyilván nehezebb, meg az új bosszok is valószínűleg nehezebbek. De azért ezek nagyon kemények vannak. Na, szerintetek valaki már? Nem, senki nem aktiválta be. És mennyi kell? 150, igaz? Ja, hát akkor nyithatunk egyet. Mindjárt beírom a klámba, hogy valaki akar-e jönni erre. Mert azért ez elég jó lúd ilyenkor. Jobb, mint egy Mist Chest. Még be is teltünk.
Ajaj, hát ez nagyon jó. Megint egy rossz sessionbe jöttünk. Blizzard, indítsd már újra a rossz szervereket, please. Hihetetlen, hogy bedobál a rossz sessionokba. Amúgy akkor most ki is lépünk, az a biztos. Az azért van, mert nem dicséred eléggé a játékot. Nagyon jó ez a Diablo 4. Soha nem volt még ilyen jó, mint most. Volt-e már sorsolás? Ezen a héten volt. Ezen a héten volt. Az 4x4-en van. Igazából pirosat kéne rárakni. Jó, rá tudjuk. Uh-huh. Na. Mondjuk, nem tudom, minek akartam ennyit, mindegy, jó ez így. Mondjuk így simán be tudok vállalni egy ilyet. Mert nem vesztünk koponyásat. Ha mindenünk koponyás, akkor nem baj, hogyha lecserélünk egyet, ami nem az. Végül is így, igen, így megérte a dolog. Például ezt is lazán le tudjuk cserélni. Kétkezes kard, biztosan. Jó van, többi az kuka. Mondjuk azt a híleset lehet meg kellett volna tartani. Meg ezt a movement speed-eset is lehet meg kellett volna tartani. Na. Most akkor mehetünk vissza, oda. Még 25 perc. Na, azt mondja, hogy oda megyünk középre. És akkor meghirdetjük a klánba. Ennek mi a neve egyébként, tehát hogy... Bloodlőrözni akar valakit? Például. Hát nem, amúgy nem Bloodlőr, mert hogy az a currency. Hát akkor... Közben kapom itt a plusz egy pontokat, ez a tetszik itt, ha végül is afkolok, akkor kapom, nézzétek meg, plusz egy, plusz kettő, hát ez nagyon jó, hát akkor itt az lesz, srácok, hogy izé, amíg csinálom a vodokat, addig itt fog állni a karakterem. Ez egy nagyon jó taktika. Na. Zlatán mágus jön. Zlatán mágus. A vámpírok közben észrevettek minket.
Egy menet közben egy másik ilyen... Amúgy én szeretem az ilyen off dolgokat. Az előző szezonban például simán lehetett off farmolni a nekróval. Na itt van Zlatán mágus. Mekkora kígyója van a szemáznak. Na itt van Raven is. Akkor hol az útcsó? Ja, ti meleraktátok? Akkor jó. Terixi, nagyon jó. És level 40-es szint. Item enchantolás feloldódott. Na, most kezdődik, srácok. Fantasztán. Ez a 17-esen van a Battle Pass. Úgy néz ki, hogy mindegyik halt. Csak közben elkezdett beakadni a game. Na jól van, még öttek Blast Seekerek. Már csak egyet kéne lerakni. Na, a szemáz lerakta. Nagyon jó. Tök jó. Szevasz, Logan. Azért szerintem még ennyi mobot nem tudnak kezelni a sessionek, vagy én nem tudom mi van. De hogy... Úgy érzem, hogy akadozik a játék, és ez nem 46 millisecnek érződik amúgy. Vagy túl sok az effekt, nem tudom. Yeah.
igaz, hogy csak 19 új itemet hozott a Battle Pass, a többi maradt régi? Régi? Ezt hogy értem? Nem tudom amúgy, hogy hány itemet hozott a Battle Pass. De hogy érted, hogy maradt régi? Hát a Battle Passban mi minden cucc új. Szóval, hogy azt nem értem, hogy mi az, hogy maradt régi. Ja, értem, hogy mire gondolsz. Szóval, hogy az item dropok, nem az itemek, amik a Battle Passban vannak, értem. Hát akkor te nem a Battle Passra gondolsz, hanem a szezonra. Tehát, hogy hány itemet hozott a szezon magával. Mert úgy más a történet. Azt nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom, hogy hány unik jött. Meg legendary. Nem néztem meg, hogy azok mit tudnak. Szevasz, Rumek! Don't ruin all that work. Első üzenet, mi ez a kis szar? Hát nem tudom, így nem vagyunk gondolatolvasok. Mit jelent az, hogy mi ez a kis szar? És mennyire sztori központú ez a szezon? Hát amennyire az előző. Szóval van egy kis sztori vonal, és így ennyi. Igazából. Szóval, így, nem, sztori központú. Vannak questek nyilván. De hogy így kb. Szerintem annyi quest van, mint így a... az előzőben. Annyira jó lett a fejlődés a kezdetben is, hogy három karakter. Hoppá! Rumek, hát megtolod itt a fejlődéseket. Nekem meg. Az előző nagyon gyenge volt? Ja, persze. Mármint, hogy így minden szempontból az volt. Na, tök jó volt, hogy jöttek a többiek. 40-re 2-3 óra meghajtva. Akkor vannak ilyen power levelinges taxok, amik úgy néz ki, hogy működnek? Ezek alapján? Ó, az mondjuk nagyon jó. Az ott mondjuk nagyon jó. Blood Orb csökkenti az ultinak a CD-jét. Hát az biztos nem fogjuk használni. Az érdekes lehet a statja miatt. Ó, ez sebzésben jó, viszont a Legendary Power rajta az kuka. Ha a Bloodlance kasztolás elhasználja a Blood Orbokat. Viszony, ez jó cucc, ez nagyon jó cucc. Ez nagyon jó cucc. Hát, ilyen hülyeség. Mi van rajta Movement Speed? Elítölés után. Hát. Sacrifice bónusz, ez majdnem fullos rajta, nem kell. Aha. Hílel engem a közeli ellenfelekért. Zsír. Shadow Blight Key passzív. You have returned. Tűzmágossal 40-re 2 óra 40 perc volt. Szép. Ügyes, Rumek. Sodró, nagyon szépen köszönöm a 64 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat.
Srácok, mehetnek a szövegek sodrónak. Ossified Essence, oszikám. Nem Ossified Essence, nem kell. Szóval, ó, 10%-os movement speed. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Az kuka. Na, ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó, srácok, mert hogy ha 5 enemy van a közelemben, akkor stunolni tudom őket. Legalább 5 enemy van a közelemben, és ez 20 szekenként megtörténhet. Nagyon jó. Jó, többi meg kuka. Nekem eddig a druida nem tetszik, de nyomta a nekrót. The forge is ready for whatever you need. Én nem próbáltam még druidát. Egy ideje. Aztán aspekt az előző szezonból van, akkor marad. Igen? Mi az? Emlékszem, hogy tetszett nekem. Nem tudom, miért futottam vissza. This isn't for the fort, for Akarat. Surely you understand that. Na. Most, hogy ezzel meg vagyunk, nézzük, mit kéne csinálni. Blood blistereket pusztítani a Blood Harvest-en belül. Erre van valami tippetek, srácok? Köszi szépen, srácok, a pergetés sodrónak. Köszi. Szemász, Gyumkre, Rumek, Stikletty, Belfegor, Géles, MVK, Istok, Vili. És közben át tudunk venni amúgy itt is egy jutalmat. Jó. Blood blister. Ilyen kell nekünk. Hát ez biztos nem az. Ez egy Blood Blister volt. Jó, eddig bírtuk. Jó, most már nem bírjuk tovább. Mennyi idő volt ide a nekróval eljutni? Hát én ezzel kezdtem a napot. Szóval ilyen 9-10 környékén kezdtem. De én nem power levelingelek. Thank you.
Volt valami, amit a sértetetlen lát? Ja, ahogy látom, a teleportáláskor lesznek sértetetlenek. Az első pár órát azt a vörtire egyben nyomtam. Huszonhat kulcs. Most nézem csak, srácok. Hát abból aztán sok mindent lehet jutni. Nagyon kapta. Ujjjj, nagyon recsegnek a csontik. Na. Betáltunk. Ja, ez nekem is tetszik ez az event egyébként. A forge is ready for whatever you need. Mi is van itt? Azt mondja, a Skeletal Warrior. Hát végül is amúgy ezt lehet, hogy... Bár amúgy nem kell. Ez nem olyan fontos. Ebben már nem kapunk semmit, mert nincs áldozás. Mondjuk a gólemet kiszedhetném. De azt majd kékvesztelem streamen kívül. Azt már úgyis láttátok. Párszor. Nincs. Nagyon örülnék, hogyha lenne Whispering Key valahol. Hú, mennyi nyersanyag. Ez a dash-elés, hogy ilyen akadozva történik.
Ja, hogy ez a cleansing acid, ez az, ami rezeteli az itemeken a paktot. Nagyon tetszik a sebzése basszus ennek. Hoho. Oho. Fél HP-ja már megvan, és az a gond, hogy most beszaladt az ellenségek közé. Képernyő is villog, ez valami nehezítés lesz. Ja, bár az a helyzet, hogy eddig mindegyik szezon, főleg a nekróknak kedvez. Andaron. Én legalábbis úgy vélem. Nézzük, hogy állunk. Nem tudom, ezekkel a Blood Blisterekkel nem haladunk. Destroy Blood Blisters within... Ezt nem tudom, hogy kéne csinálni. Ja, betáltunk. Na nézzük. De tudom, mi ez a Blood Blister, de így nem látok. Nincs rajta movement speed, úgyhogy kuka! Menő lenne, de kuka? Biztos, hogy ez a Necro Cadence, szóval lehet, lehet. Azt mondják, hogy tartsam a területet szárazon és tisztán. Oda kéne írni meg egy Diablo 4. Ezek a nagy tumorok azok. Vampír passzol mindenhova. Így a szettje alapján nekem így ilyen... Nem, nekem csak a Necronál tetszik ez a koncepció. Druidánál is olyan sámán cuccok jönnek, bár én inkább ilyen természetközeli dolgot képzelnék el. De lehet én vagyok csak ilyen válogatós. Okay.
Megöltünk egy Blood... Ja nem Blood Seeker, Blood Collector, hogy mi volt az? Most az a feladat, hogy kettő Blood Seekert megöljünk. Szevasz, Belfegor, köszi, hogy itt voltál. Na még a 42-es szintet, azt jól lenne elérni. Ki ez? Vlad Harvester, igen. Ujjjjj, az ott mondasz? Bejeleztettük a szellemeket. Na, a 42-es szint az megvan. Olyan, mint hogyha a kulcs nem is akarna fogyni. Éven ez a... Ez a képesség, hogy a max HP-mból 4 szekenként nyomok egy AOE-t, ez így erős most, de ez később nem lesz már ilyen erős szerintem. Nincs helyünk, oké. Greetings. How shall I gain my greetings? Nem tetszik ez a véres portál. Azt hiszem, elfogytak az embereim. Valamit nagyon recsegteti az embereimet. Ha itt egy Blast Seeker, lehet, hogy ő recsegtette az embereimet. Ja, egyszerre kettőt megöltünk, sír. Pont itt van valami elbent. Ha!
Tier 19. Ez ilyen uncsi várakozás. Na most nézem, hogy egy nekróval vagyok. A szellemek kenték neki. Először elmegyünk a táblához, átvenni ott a jutalmat, aztán átmegyünk a Theory of Whispers-hoz. Persze a 43-as szint se lenne amúgy messze. You have returned. Hydra, nagyon szépen köszönöm a második hónapos támogatásodat. Köszi szépen, hogy a Prime-odat rám használtad el. Na ez az overpower-es, ez is izgi lehet, úgyhogy ezt is megtartjuk. Kalácska felébredt. It is done. Egy gyűrű. Ja, tessék, akkor 43-as szint. Ezt a Bonestormosat is megtartjuk. Lucky Hit Chanson az egyiken. Vulnerable Damage. Na jó, hát akkor azt cseréljük. Jó, még ennyit bevállalunk, srácok. Hogy megnézzük, hogy itt mégis akkor... Igen, azok ki vannak rakva. Az is ott ki van pakolva. Corpse Tendrire lenne érdemes rakni. Ja, itt van valami. Oh. Make the fortify. Nice. Jó, akkor arra mehetünk. Köszi szépen Willy, Szemász, Démonító MVK és Istoga pergetését Hydrának. Köszi, köszi. Come back if you need the fort.
Nagyon szuper. Köszi, köszi, Hidran. Jaj, na hát, srácok. Elmúlt 5 óra, és a 43-as szintig sikerült most eljutnunk. Innen folytatjuk majd legközelebb. Még a héten. Haladunk tovább a szintezéssel, és hogyha minden jól megy, akkor holnap délelőtt sikerül elérni az 50-es szintet. És akkörül már valószínűleg közel járunk ahhoz, hogy átmenjünk a Vörtír 3-ba, megcsináljuk a Capstone Dungeon-t, és hát onnan indul a buli. De hogyha délelőtt nem is, akkor délután nagy valószínűséggel már mehet a Capstone Dungeon-ezés. Úgyhogy ha az is megvan, akkor a hétvégén tudok annyit, hát mondjuk a hétvégén lehet, hogy pont nem, de hogy a következő Diablo streamre már lehet, hogy nem olyan szinten fogtok látni, mint ahogy majd holnap délután abba hagyom. Jó lesz, srácok. Nagyon izgalmas még továbbra is ez a Vampiric Power. Nagyon tetszik. Ott van 5 aktív, és mindegyik olyan, ami szimpatikus eddig. Főleg ezek a pontosabban a Blood Boil, meg ez a Hemomancy, ez így nagyon jó ebbe a build-be. Hát igen, ezek zabálják is a koponyát, az eternitást. És még itt megint lehetne eljátszani a Potent Bloodot, hogy upgrade-eljünk, illetve unlockoljunk Vampiric Power-öket. Gyorsan meg lesznek ezek. Úgyhogy, ja, holnap már irány a Torment 3. Eddig abszolút élvezem, srácok. Így állunk amúgy a Journey-vel. 2 dolog. Ja, innen csak egy dolog hiányzik, egy dry steppes dungeon, innen a 4 szelár, a 3-ason azért még jó pár minden, például, hogy menjünk PvP-s területre, silent chestet kell nyitni, meg kell csinálni a capstone dungeon-t, blood blistereket kell szétszedni, elixireket kell craftolni, és hát utána pedig jön a 4-es. Nem tudom egyébként, hogy meddig jutott. Azt hiszem a 4-es meg a Slayer az, amiben így belekezdtem legutóbb. De ezek a PvP-s dolgok, amiket így már láttam, az már sok volt. Amúgy lehet, hogy ilyen championing jutottam. Jól van. Srácok! Köszi a figyelmet! Remélem, hogy elvesztétek a diablózásit.